Ti tudjátok, hogy mi az a tulipán lazánja? Vagy lazanya? Ki hogy mondja? Egy gyönyörű szép hagymás virág dekoráció tavaszra, amit ilyenkor össze lehet 5 perc munkával összetenni, és tavasszal mesésen fog kinézni. Tulipán, nárcisz, játszint, krókuszok, és az a legjobb, hogy éveken keresztül bemaradhatnak a cserében, és minden tavasszal szépen kifognak fognak bújni és virágozni nekünk. Hihetetlenül gyönyörű és különleges virághagymákat kaptam a Köröshegyi Levendulástól. A Köröshegyi Levendulás, ami a Levendula mezőiről híres, viszont van tulipán gazdaságuk is. Tavasszal gyönyörű, szép a tulipán mező a Köröshegyi Levendulásban, lehet menni tulipán szedni is, viszont akinek megtetszik bármelyik fajta, azt utána simán be tudja szerezni. Ilyenkor összel, amikor az ültetés. És, van. és a Köröshegyi Levendulás webshopjában meg is lehet vásárolni a virághagymákat. Legyen szó tulipánról, vagy nárciszról, olyan fajtákat, amivel egyébként a boltok polcán nem találkoznánk. Szóval összeállítottam különleges tulipánból, nárciszból, játszintból három válogatást, amit most el is fogunk ültetni, imádom az ilyen hagymás virág lezányékat. Hiszen egyszer kell összeállítani, és utána éveken keresztül minden tavasszal ki tudnak bújni és színesíteni bárhol a kertben, nagyon egyszerű még a gondozásuk is. Igazi különlegességeket találtam a Köröshegyi Levendulás webshopjában webshopjában olyan tulipánokat, amik nincsenek a kertben, és nem is nagyon láttam sehol, hogy be lehetne szerezni. Na meg itt vannak a különleges narciszok is. A csomagoláson még az is rajta van, hogy körülbelül mikor fognak virágozni, így össze lehet őket párosítani. Én is így tettem, három cserepet fogunk megcsinálni, március, április és májusi nyílásokkal. Amire szükség lesz, az egy nagy cserép, na meg minőségi virágföld, hiszen éveken keresztül benne lesznek majd ebben a cserépben a virághagymák. Ez kb. 40 cm magas cserép, 20 cm földet teszek az aljába, a nagyobb rögöket szétnyomkodom, és indulhat is a virághagymák ültetése, legalóra kerülnek a tulipánhagymák, milyen gyönyörű egészségesek. És a Alulra a tulipán középre a narcisz, afölé a játszint, és esetleg még krókuszokat is lehet a tetejébe ültetni. Az a lényeg, mindegyik réteget el kell választani egy vékony réteg földdel, de mehet akár két-három rétegben csak tulipán, vagy ha mi csak nárcisz szeretnénk, azt is nyugodtan ültethetünk egy ilyen cserébe. A legfőső szintre én krókuszokat fogok ültetni, ezek színben passzolnak, ezek fognak a leghamarabb már február végén nyílni. A krókuszokat nem kell olyan mélyre ültetni, arra figyeljünk, alul legyen a gyökér felfelé a csúcsos rész, és jöhet még egy réteg föld, és készen is vagyunk az első cseréppel én folytatom az ültetést, jönnek a rózsaszín tulipánok. Na meg ez a különleges nárcisz, a split korona, minden virághagymánál nézzük meg, a csúcsos része legyen felül, alul legyenek a gyökerek, ha nem jól ültetjük, akkor is megfordul, csak később fog kijönni a földből majd. És tényleg az a jó az ilyen hagymás virág lezányéban, hogy éveken keresztül minden tavasszal elő fognak jönni belőle a virágok, és gyönyörű szép lesz. Ami fontos, hogy meg kell várni a virágzás után, hogy teljesen elszáradjon a zöld rész a föld felett, utána lehet visszavágni, eltenni a kert sarkába, nyáron azért néha locsolni érdemes és az évek előre haladtával valamennyit süllyedni fog a cserében a föld, én mindig komposztot szoktam rátölteni, abban van elég tápanyag, pont elég lesz a virághagymának, és évről évre egyre szebben fognak virágozni majd. Ráadásul, hogyha így rétegezve ültetjük, akkor pár év múlva szét tudjuk szedni a cserepet, és pontosan tudni fogjuk, hogy mit hova ültettünk, és utána akár ki is tudjuk ültetni a kertbe, és jöhetnek a cserébe más tulipánok, narciszok, na meg játszintok. Ültetés után egy alapos öblítés, na meg meg is kell locsolni ezeket a cserepeket. A fa fagyok beálltáig, érdemes azért két hetente egy kis vizet önteni rájuk, aztán egész télen így lefedve maradhatnak benne a kertben, és tavasszal szépen el fognak indulni. Ráadásul a virághagymák mellett levendula vizet, na meg levendula illóolajat is lehet vásárolni a webshopból, és mind a kettő a körös Köröshegyi levendulásban termett levendulából van elkészítve. A minőségi levendulaolaj párologatóba téve nagyon jó nyugtató hatású még a téli hónapokban is. A levendula víz pedig kiváló a bőrnek, és még a stresszt is tudja oldani, ha csak magunkra permetezzük. Hm. A különleges és egészséges virághagymákat meg tudjátok vásárolni a Levendulás.com weboldalon. Akár még tudtok betenni mellé a kosárba levendulavizet, na meg levendulai lólajat, és jövőre vártiteket a Köröshegyi Levendulás.